Jó reggelt! Jó reggelt! Hát menthetetlenül megérkezett a tavasz, még akkor is, ha éppen a mai napon egy kicsit borongós és esős az időjárás. Habár ez a kis eső, ez nem mindig tesz kifejezetten rosszat a növényeknek, mert hogy bizony ma kertészkedni fogunk, ez egy igazi tavaszi elfoglaltság, és ha már kertészkedés, akkor természetesen szakértőket is hívtunk. Megyeri Szabolcs kertészmérnök és Fülöp Judit szakértő a vendégünk. Jó reggelt, jó kívánok, reggelt. Üdvözlünk titeket! Hát engem egészen lázba hozott a hétvégi jó idő, egy enyhe inhüvely gyulladás már is a meteorológus segítségével sikerült beszereznem a jobb kezembe, mert hogy ilyenkor rengeteg sok teendőnk van, mint a benti virágainkkal, mint pedig a kintiekkel. Így igaz. Pontosan, hát igazából az egész, hogyha van valakinek egy kis kertje, vagy egy terasz, ahol ott vannak ugye ezek a növények, meg ugye ilyenkor mindig előjönnek ezek a vágyak, hogy hát akkor pincébe most már föl kéne hozni föl a rángyát, meg a... Itt tartok, ebben a fázisban vagyok, fel kellene hozni a... Még ne, vagy pedig csak egy fagymentes helyre kellene tenni. Igen, tehát ez az egyik dolog, ami mert hogy mi a veszély? Tehát, hogy éjszaka még előfordulhat fagy, és annyira érzékeny a lenderünk, hogy egy kicsit fagyot sem tűnt. Igen, és akkor ilyenkor gyakorlatilag 2-3 héttel majd késni fog a virágzás, ugye? Ilyenkor az ember ugye szurkol, hogy május-júniusban az év két legszebb hónapjában minél hamarabb virágozzanak ezek a növények, de hogyha egyszer visszafagy, akkor mikor fog majd virágozni? Júliusban, amikor már ugye elmentünk nyaralni. Úgyhogy ez az egyik legfontosabb dolog, ugye, amire oda kell ilyenkor figyelni. Na most én magam a kis családommal már elültettem otthon a kis műanyag dobozokba a retket, a salátát, a paradicsompalántának valót. Nagyon helyesek a retkek, most már ilyen 2 centisek, és megemelték a fejük fölött levő talajt, most kezdenek majd lassan azon is átfurakodni. Tehát, hogy a magos növényeket is most kell földbe rakni, még először bent a lakásba, és a hagymás növényeknek is most van itt az ideje, ugye? Hogy pontosan, tehát az ilyen zöldségmagokat, meg virágmagokat mindig ugye a tasakra rá van írva, hogy ilyen, mikor kell ezeket vetni, ezeket benti szobai hőmérsékleten ilyenkor elvetjük. Palántát nevelünk, ugye azt szokták ugye ilyen tejfölös pohár utána kiültetni, el lehet tenni újrahasznosítani, és akkor utána majd ki lehet ültetni. Természetesen április közepétől, végétől kezdve, hát ugye május elejétől van az, hogy már abszolút nincsenek hajnali fagyok, onnantól kezdve. És akkor a muskátlit most fölhozzuk a pincéből hétvégén, vagy ne hozzuk? Fel lehet, akkor, hogyha mondjuk nem rögtön egy fagyzugos területre teszünk, hanem inkább egy védettebb sarokban. Hát ugye a terasz. Hát vagy a terasz egy olyan helyre, ahol azért nem érheti a fagy, és hát a legfontosabb, hogy vissza kell metszeni ilyenkor. Ugye nagyon sokszor is felnyúltak, elhalványodtak, úgyhogy ilyenkor vissza kell metszeni, mint a leándert is. Ez egy örök dilemma, hogy a meccés, mert az én is nekiálltam. Hétvégén vágtam, ahol értem. A meccés az egy nagyon meredek dolog. Én kivégeztem egyszer egy hibiszkuszt. Meg is írtam, az volt a cím, hogy Requiem egy hibiszkuszért. Mert gyerekek, igaz este volt már, és azt akartam, hogy ilyen gömbölyű legyen. És akkor egyre kisebb lesz, amire én elkészültem, akkor a férjem lejött, hogy hol a hóhérben vagyok éjjel 2-kor. És hol a hibiszkusz? Hát, és hogy mit csináltam? Lehet, hogy már el volt öregedve a töve szerintem. És képzeld el, hogy odaírták a gyerekeim a végén, hogy valaha voltam virágzó hibiszkusz, meghaltam, gyilkosom neve Vékulcsár Ildikó. Ez így zajlott nálunk, és pedig én csak gömmel láttam egy másik lakásban egy gömbölyűt. És akkor ekkora lett, és kész, én azt megöltem. Igen, de ez általában 10-ből egy alkalommal fordul elő. Nem, velem előfordult. Mindenképpen vissza kell várni akár a hibiszkuszt, akár mondjuk a leándert. Sőt, én még azt is elszóltam, hogy még a régi tavalyi leveleket leszedegetem róla, és akkor friss gyönyörű új hajtások jönnek. Márjátok, hol kell elválni? Kérdezhetek, nem bajon rá. Hát, szóval, hogy van ez, ahol elágazik, hogy alatta vágom le, vagy felette? Hát igazából így a szemeket, meg ezeket a ügyeket kell figyelgetni, de aki ehhez nem ért, vagy ezzel nem akar foglalkozni, én azt szoktam mondani, hogy mondjuk egy 20 centivel a föld fölött ezt elvágja, és vagy hát a talajszint fölött. És akkor az újból ágakat. És akkor az újból. Igen, arra kell gondolni, hogy ezek a növények hogy élnek Olaszországban, Törökországban. Jaj, hát na nem mondd Olaszországot, hogy én halálra locsolom, meg tápolom, és ekkora, és kimegyek Olaszországba, és nem látom a végét, és megüt a guta. Na most Judit, nem véletlenül vagy te itt, hiszen hétvégén lesz egy rendezvény. Mesélsz róla nekünk néhány mondatban? Természetesen. Az ország legnagyobb kerti életmód kiállítása lesz a Garden Expo, és hát bárkinek ilyen és hasonló kérdései vannak, nagyon akkor jó. Mindenféleképpen érdemes kilátogatni. Illetve én azt tapasztalom, hogy a terasz, a balkon, a kert az egyre fontosabb az emberek életében. Igen. Gyakorlatilag a mindennapi életünk részévé válik, és minél többet szeretnénk kint lenni a szabadban. Úgyhogy próbálunk olyan dolgokat is bemutatni itt az eseményen, különleges kerti bútorokat, kültéri hűtési fűtési. Szerintem legjobb, ha elmegyünk és személyesen megnézzük. Judit, nagyon szépen köszönöm, és neked is, hogy itt voltál, és mindezt megosztottad nekünk. Most pedig megfejtjük a reggeli játék kérdésünket.